Vadászkürt szólam törte meg a csendet Tamásiban, a Miklósvári tónál található Szent Hubertus kápolnánál. A Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT összevont gím és dám trófea szemléjére invitálta nem csak a szakma képviselőit, erre az idilli helyre. Göbölös Péter, a társaság vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a tavalyi év kiemelkedő trófeáit az idejiek sem múlták alul. Az átlag trófea tömeg, ami az agancs felrakásra vonatkozik, annak a pozitív folyamata tovább folyt ebben az évben, annak ellenére, hogy egyébként az asszályos időszak nyilvánvalóan a tápanyag lehetőségeit a vadnak beszűkítette. A másik pedig a pontszámok vonatkozásában nagyon sok 200 pont fölötti bikánk született akár gémből, akár dámból, ami azt mutatja, hogy nemcsak a trófeának a materiális tömege nőtt meg, hanem ezek a trófea formák a kedvező genetikai faj, a itteni helyi fajra jellemző formák alakultak ki, és ez egy nagyon fontos visszajelzés számunkra. Ezekre én különösképpen büszke vagyok. Az erdők mélye fontos munkát kíván meg a szakemberektől az év minden szakában. Az egyik legjelentősebb szempont a vadgazdálkodásban a vad élőhelyének a védelme, annak a fenntartása. Egyébként ez nem csak Magyarországon, nem csak Európában, ez az egész világon egy kulcskérdés. Tehát a vad nyugalmának a megteremtése az egy nagyon fontos dolog, akkor tud szaporodni, akkor tud nyugodtan táplálkozni, akkor tud egy élőhely, élő közösségben lenni. Ez nagyon fontos. Hát nyilvánvaló emellett a hozzátartozik a vadászati munkához a vadtakar, a vadetetése például azokban az időszakokban, amikor nem tud táplálékhoz jutni, ez is egy fontos szempont. És az is egy fontos szempont, hogy nekünk erdészeknek a másik irányba is kell egy kicsit kacsintani, hogy az erdőket is emellett fel kell tudnunk tartani. És a mai erdőtörvény nagyon helyesen egyébként nagyon kismértékben tolerálja a vadkárnak a lehetőségét, tehát gyakorlatilag a vad kár megelőzés is egy nagyon fontos eleme a gazdálkodásunknak, és nyilvánvalóan a vadeltartó képesség fenntartása annak egy alap pillére, hogy az állománynagyságot, a megfelelő állománynagyságot, annak a megfelelő korosztály viszonyait fenntartsuk. Erre folyamatosan figyelni kell, kvázi monitorozza a részvénytársaság szakembergárdája ezt az állomány alakulást, és ennek megfelelően hoz intézkedéseket. Ha ez elmarad, azt gondolná az ember, hogy ezzel jót tesz, mert hogy nem hasznosít annyi, nem vesz ki annyit az állományból, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon helytelen és tévút. Ezeket a állomány szabályozásokat nem lehet megúszni. Alapvetően két út van Európában ebben a trófea szemle szervezés vonatkozásában. Az egyik az az út, amikor egy zárt szakmai közeg saját magának valami zárt helyen megtartja, és van a másik út, amikor ezt kinyitjuk a külvilágnak. Az ünnepélyes esemény alkalmával Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár visszautalt a tavaly megrendezett világkiállítás egyik pozitív hozadékára is. A világkiállítás jó alkalom volt annak a bemutatására, hiszen csak Budapesten 616 ezer látogatónk volt a Hungexpón, és országszerte 1,6 millió ember látogatott ki a különböző rendezvényekre, hogy ha jól mutatjuk be azt a tevékenységet, amit a vadgazdálkodásban dolgozók, illetve a vadászok folytatnak, akkor azt a hétköznapi ember is megérti és elfogadja. Nem vérengzésről, nem esztelen lődözésről van szó, hanem egy olyan emberi tevékenységről, amely egyrészt évezredek óta a humanitás az emberiségnek a velejárója, másrészt pedig szükséges. És azt gondolom, hogy a trófea szemlék egy illusztrációt mutatnak arról, hogy milyen minőséget is termelnek egyúttal, nem zárójelben jegyzem meg, bevételt is jelentenek természetesen az erdőgazdaságok és az ország számára, de hogy ez egy olyan harmóniában tud létezni egyébként a természettel, illetve a helyi közösségekkel, egy a természettel volt ugye a jelszava a világkiállításnak, ami azt gondolom, hogy ki is fejezi a lényeget. Itt, hogyha valaki eljön Tamásiban a Gyulai ZRT trófea szemléjére, itt azt látja, hogy itt mindenki jól érzi magát, az erdészek és a vadgazdálkodással foglalkozók érzik a megbecsülést, az ide látogató laikusok, akik nem vadászok, azok pedig látják a munkagyümölcseit. A rendezvény alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a vadásztársaságok munkája nagyon fontos az egész ország számára.
Látjuk azt, hogy milyen energiaválság van az egész világon, kiemelten pedig itt Európában és Közép-Európában is, amely bennünket érint. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ebből a lakosság minél kevesebbet érezzen. És hogyha nem lennének az állami erdőgazdálkodók, illetve gazdaságok, akkor úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb dolgunk lenne, és a lakosság is sokkal nehezebb helyzetbe kerülne. A társaság több évtizede szervezi meg trófea szemléit. A magyarországi, köztük a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT területén élő dámállomány a vadászok körében ma is a legjobb hírnévnek örvend.